Dombóvári Evangélikus Iskola alapfokú művészeti iskola tagintézménye fordított hangversenyét tartotta. Az intézmény igazgatóját kérdeztük a több mint 10 éve életre keltett koncertről. Már nagyon-nagyon hosszú évekre visszanyúlóan, egyedül a Covid idején volt egy kis szünet, de azóta is rendíthetetlenül tartjuk ezt a fordított hangversenyünket, ahol megcserélődnek a szerepek, a gyerekek veszik át a házigazdát, házigazda szerepét ők készítik a plakátokat, a díszítést, ők fotóznak, ők a konferálók, tehát igazából ők tényleg a házigazdái a rendezvénynek, és a kollégák, tehát a tanárok, akik egyébként megfordítva szokott lenni, ők úgymond a főszereplők, illetve nem főszereplők, mert a gyerekek is főszereplők, mert mindenki más szerepbe kerül, de mégis a kollégák is az aktív zenész életüket meg tudják mutatni, és nagyon a mai estén úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon színes és változatos produkciók voltak. A jelenlegi helyettesem Tóth Ada Eszter hívta életre ezt a koncertet, illetve ezt a projektet, és ez annyira kinőtte magát, és annyira megtetszett a mindenkinek, a közönségnek, a szülőknek, a gyerekeknek, hogy tovább vitték, és azóta is folyamatosan megy ez a műsor. Hella fuvolázni és gitározni tanul az iskolában, nagy vágya egyszer zongorázni és megtanulni. Megkérdeztük tőle, hogy a műsorban mi volt a feladata. Az volt a feladatunk, hogy még nem volt feldíszítve a terem, és díszíteni kellett, és át kellett ugye öltözni, és konferálni kellett. A 371 növendéket oktató iskola idén is teltházzal rendezte meg a már hagyománnyá vált előadását.